vom Platz hopp. Gyan vom Platz hopp. A nevem Lotti és a Junis énekesnője vagyok. Idén 14. éve, hogy énekelek. Igazából az éneklés az úgy jött, hogy anyukámig beírattak. Nekem úgy nem volt semmiféle célom vele, aztán utána egyre közelebb állt a szívemhez. És hát már most énektanárnál már nem tanulok, mert nem igazán van rá időm, de így a zenekaron belül énekelek. A zenekar előtt inkább egy kicsit komoly zenei volt az a stílus, amiben énekeltem. Leginkább ilyen musicaleket, meg mondjuk volt egy-két ilyen könnyű zenei dal is, amit énekelgettem. Hát énekversenyekre jártam, meg ilyen musical énekversenyekre is. De hát azt hiszem, hogy a musical éneklésből már egy kicsit kinőttem, ráadásul a hangomban eléggé benne maradt, úgyhogy ez egy kicsit nehéz volt így formálni, de végül is azt hiszem, hogy most annyira nem hallani rajta. Sziasztok, Jakus Dániel vagyok, a Junisnak a gitárosa. Körülbelül 13-14 éve kezdtem el gitározni, és komolyabban olyan 6-7 éve. Először a gyarmati zenéskolában kezdtem a klasszikus gitárral, amit eleint annyira nem is szerettem, meg abba is akartam hagyni, de szerencsére a szüleim úgy szóltak, hogy ne hagyjad abba, folytassad, és még egy 2-3 évet így kihúztam a zeneiskolában, és aztán pedig elkerültem egy elektromos gitártanárhoz, és akkor is kaptam meg az első elektromos gitáromat. Ez körülbelül olyan 6-7 éve kezdődött, hogy akkor vettem, és akkor kezdtem el komolyabban ezzel foglalkozni. Megismertem Lottit, és együtt elkezdtünk énekelgetni, gitározgatni, és akkor jött az ötlet, hogy lehetne csinálni egy zenekart, és akkor kerestem meg Herédi Danit, meg ugye Lotti már volt, és akkor még az volt, három ember az kevés hozzá, és megismertem Kornélt, és az első közös fellépésünk Kornéllal, ami még nem a Junisszal volt, az a 2013-as Diák Juniálison volt. Sziasztok, Bernát Kornél vagyok, 20 éves, a Junis basszusgitárosa. 10 éves koromban kaptam először gitár, de nem voltam hozzá elég komoly. Úgyhogy abba is hagytam elég gyorsan. Aztán 17 éves koromban kezdődött az egész, mikor is a barátom nálam hagyta a basszusgitárját. És elkezdtem rajta játszani. Megtanultam a Gorillaztól a Felgedinst, és nagyon nagy királyság volt. Úgyhogy el is indult itt egy nagyon nagy dolog. Csak az volt a fura, hogy ugye balkezes voltam, és jobbkezes volt a gitár. Komolyabb zenekar. Hát a Junis mégis már mondható komoly zenekarnak. Mégis amilyen formációban játszottam, azt mindegyiket komolyan vettem. Szóval csak úgy indulok neki, hogyha valamit szívvel, lélekkel, csak így. Viszont egészen jó ez a közelséget szeretem. Hegédi Dániel vagyok, a Junis dobosa. Három-négy éve dobolok. Más hangszerekkel játszok, más hangszerekkel játszok. Zongorázok körülbelül 7-8 éve. Gitározgatni elkezdtem már olyan, azt is szintén olyan 4-5 éve. Basszus gitározni is akartam, és tanulgattam is, de sajnos nincsen basszus gitárom. Körülbelül 6 éve gondoltam arra, hogy milyen jó lenne dobosnak lenni, meg hogy azok olyan menők, hogy mindig van körülöttük egy csomó csaj. Ez nem igaz, de mindegy. És aztán akkor még nem volt semmi pénzem dobra, meg anyám még is azt mondták, hogy gyerek, nem sok pénz a dob, nem lesz dobod. Utána egy év múlva meggondolták magukat, és mégis lett egy dobom. Eleinte nagyon keveset dobolt, de nem tudom, valahogy nem fogott meg ez az egész. Utána felkerestem egy magántanárt dobon, aki egész jól megtanított végül is dobolni, és aztán úgy magamnak gyakorolgattam, és így a zenekarban csiszódott ki ez a fajta tudományom. Mondhatjuk, hogy a Junis az első komolyabb zenekarom. Előtte volt egy zenekarom, és hát az együttes nem igazán ment. Azt hiszem, jó, ha max 5 próba, hát kicsit több azért, 6 próbánk biztos volt mondhatni. Arra körülbelül a felére nem mentem, mert pedig nálunk volt. Ő is.
A zenekar 2013. szeptember első szombatján alakult, és ez teljesen komoly. Az ötletgazda az a Jakus Dani volt. Ugye megismert engem a suliban, és akkor mi ott már zenélgettünk együtt. Utána pedig megismerte a Kornélt, a Heredi Danit meg már ismerte előtte is, és akkor neki mindig volt egy ilyen zenekar alapítási ösztöne. Szóval a Daninak az érdeme, hogy együtt van a zenekar. Név az úgy jött, hogy egyik délután leültünk Lottival, és akkor 2013 nyarán, és akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy ha lesz egy zenekar, akkor végül is úgy csináljuk. Tehát előbb volt, született meg a név, és utána a zenekar. Igazából a név az szinte dicsőséges győzelem. És én hiszek abban, hogy a szavaknak ereje van, tehát hogyha valamit kimondanak, az meg is valósul. Tehát ezért választottuk ezt a nevet, hogy a jelentése hason a mi zenekarunknak az életére. Akkor a logónk, amit ott lehet látni, ott, ezt a Dani csinálta, és hát igazából, ha jobban megfigyelitek, akkor lehet látni, hogy koronákból áll, ami szerintem egy győzedelmi szimbólum mindenképpen. Szóval ez a nevünk az abszolút illik, és ugye, hogyha még jobban megnézitek, akkor lehet látni, hogy e-betűk is vannak ott benne. Igazából még a stílusunk az nem igazán alakult ki, most még egyelőre, vagy talán lehet, hogy pont, hogy ez lesz a mi stílusunk, hogy senki nem fogja tudni megmondani, mert már próbálták behatárolgatni, de nem lehet, gyerekek, ez Junis. Szóval a szöveget általában a Lottika írja, de én szoktam felülbírálgatni, meg így belejavítgatunk, szerintem így mindannyian, meg van több-kevesebb hozzászólása mindenkinek. Aztán, hát a zene az pedig jamből szokott mindig. Vagy a Dani szokott általában sok gitártémát hozni, aztán abból mindig kikerekedik valami, vagy én hozok basszus témát. Tehát a Vivi Tudzsap volt az első olyan dal, amivel bemutatkoztunk gyarmaton. Az első verziója, mert ebből utána később, amiből klip lett, abból készült egy, tehát az egy második verzió. Az első verzió nagyon sok embernek tetszett, kivéve nekünk nem. Tehát kivéve nekünk nem tetszett. És ezért úgy döntöttük, hogy ezt felveszik újra egy sokkal jobb és jobb minőségűbb verzióba. És úgy gondolom, hogy sikerült. Két videóklipünk van. Egy Nothing Waltz, meg egy Vivi Tudzsap, amiről előbb is beszéltem róla. És a Nothing Waltzot vették fel először. Az egy hetes munka volt, tehát héten, 6 napig minden nap összeültünk és csináltuk, de nem igazából nem is egy hetes munka volt, hanem több mint egy hónapos munka volt, mert a munkátunkon kívül meg is kellett beszélni, mi lesz benne, összerakni a dramaturgiai részét, meg stb. Én eddig annyira nem vettem komolyan, de ez a két új szám, na jó, szóval nem igaz, hogy nem vettem komolyan, csak akkora világ megváltó reményeket nem fűztem hozzá, de így ez az utolsó két szám, ez annyira megmozgat, hogy így már bármit merek remélni. Én mindig is nagyon reméltem, hogy sokáig fog ez élni, ez a zenekar, és most is úgy gondolom, hogy ha tényleg mindig oda teszi magát, akkor nem az csak, hogy megmaradunk, mint hogy lebeg a levegőben a Junis, hanem hogy bármerre lépünk, akkor sikerünk lesz, ahogy a nevünk is ezt árulja rólunk. Én nagyon-nagyon szeretem a srácokat, úgyhogy remélem, hogy nagyon-nagyon sokáig leszünk így együtt, és majd 70 évesen majd a mikrofonom mögött még ők kísérnek majd engem. Hip, hip, hip! Hello, mindenki!